Közel 40 gyermek mérettette meg tudását a tegnapi kistérségi mesemondó versenyen. A két korcsoport versenyzői közül az első 4 helyezett juthatott tovább a megyei vetélkedőre. Közel 30 éve, hogy a kistérségi mesemondó versenynek a vásárhelyi kertvárosi katolikus általános iskola ad otthont. A tegnapi versenyre a környező települések iskoláinak legjobb mesemondói jutottak el. Az első-második osztályosoknak népmesével vagy műmesével kellett készülniük, míg a harmadik-negyedik osztályosok ifjúsági regényekből, elbeszélésekből is hozhattak egy-egy részletet. Mindkét kategóriában kikötés volt az időtartam, hogy ne legyenek túl hosszúak ezek a kiválasztott művek, 3 és 5 perc időtartamba bele kell, hogy férjen. A zsűri tagjait a város iskolájában aktívan dolgozó pedagógusokból hívtuk a mai délutánra. A zsűri pontozás alapján döntötte el, hogy kik azok, akik képviselhetik városunkat a megyei mesemondó versenyen szentesen. Az első-második osztályosok közül 2 első helyezett, Gulyás Fanni és Kovács Janka, és 2 második helyezett, Horváth Veronika és Kocsis Barbara lett. A harmadik-negyedik osztályosok közül pedig elért helyezések alapján Szabó Kornél, Magyarósi Máté Gyula, Karasz Máté és Cagány Balázs bizonyultak a legjobbaknak. Én bízom abban, hogy akik eljöttek a mai délutánra és velünk töltik, mindannyian egy picit beleképzelhetik magukat a mese világába, és a mese szárnyán egy nagyon szép, csodálatos délután töltenek itt közöttünk. A helyezést elért mesemondók oklevelet kaptak és könyvjutalomban részesültek. De senki sem tért haza üres kézzel, mert minden versenyző emléklappal is gazdagodott.